a jobb oldal itt is, ott is valamiért úgy gondolja, hogyha nem fogadja el az eredményt, akkor valami mágikus módon majd megváltozik. A jobb oldal hisz a törvényében. Ha elég sokszor kimondják hangosan, hogy de én nyertem a választást, nem te, akkor majd úgy bevonzák valahogy a győzelmet. Ki kell ábrándítanom a jobb oldaliakat? Nem a győzelmet vonzátok ilyenkor be, hanem a szégyent és a nevetségességet. És már előre szólok, hogy ha jövőre esetleg az ellenzéki pártok legyőzik a Fideszt, akkor jobban jártok, hogyha szépen átadjátok a hatalmat. Réges régen még egyetemista koromban egy üdülési jogot értékesítő cégnél dolgoztam. Volt ott egy kollégám, egy idős bácsi, akit kirúgtak. Ehhez képest azt vettem észre, hogy még mindig ott van, és megkérdeztem a főnökömet, hogy most, most akkor kirúgták, vagy nem rúgták ki, hogy mi a helyzet. Kezdtem ugyanis örülni, hogy talán sem küldték el, hiszen egy számomra nagyon szimpatikus idős úr volt. Miközben néztük, -e, hogy a bácsika éppen próbál üdülési jogot eladni, azt válaszolta a főnököm, hogy kirúgtuk mi, csak nem megy el. Donald Trump az elmúlt hetekben pontosan ezt csinálta, amit ez a bácsi a Timeshare cégnél, ahol dolgoztam. Az amerikai nép kirúgta, de ő hát ő úgy érzi, hogy inkább maradna. Az elnök úr mostanában kezdi belátni, hogy veszített, ám sokáig úgy viselkedett, mint az a focista, aki a meg nem adott 11-es miatt nem játszik tovább. Bevallom én még ilyen futbalistát nem láttam. Láttam olyat, aki ki volt borulva, meg olyat, hogy addig ültözött a bíróval, amíg ki nem állították, de olyat, aki abba hagyja a játékot, és a pályán továbbra is balhézik, miközben már megy a meccs, hát olyat még nem láttam. Legalábbis a futballban nem. A magyar politikában már annál inkább. Orbán Viktor valami ilyesmivel próbálkozott 2002-ben, amikor a szavazatok újra követelte. Miközben minden olyan szavazókörben, ahol nem volt egyértelmű az eredmény, újra számolták a szavazatokat, és még mindig nem a Fidesz nyert. Odaig persze nem jutott el Orbán Viktor agyban, hogy ezt a választást ő akkor sem fogja megnyerni, ha 123-szor számolják újra a szavazatokat. Ráadásul azt a választást ők rendezték, hiszen akkor még ők voltak hatalman. Vagyis, hogyha nincs rendben a választás, azért ők a felelősek. Most ugyanez a helyzet most az USA-ban. Ki volt hatalmon, amikor a választásokat rendezték? Donald Trump a jobb oldal itt is, ott is valamiért úgy gondolja, hogy ha nem fogadja el az eredményt, akkor valami mágikus módon majd megváltozik. A jobb oldal hisz vonzás törvényében. Ha elég sokszor kimondják hangosan, hogy de én nyertem a választást, nem te, akkor majd úgy behonzák valahogy a győzelmet. Ki kell ábrándítanom a jobb oldaliakat? Nem a győzelmet vonzátok ilyenkor be, hanem a szégyent és a nevetségességet. És már előre szólok, hogy ha jövőre esetleg az ellenzéki pártok legyőzik a Fideszt, akkor jobban jártok, hogyha szépen átadjátok a hatalmat. Nem újra számolni kell ilyenkor, addig, amíg nem én nyerek. Nem csalásról kell beszélni, hanem biztosítani kell, hogy ne történhessen csalás. Ezért ti vagytok a felelősök, hát ti fogjátok rendezni a választást. A jobboldal oldal régóta mantrázzal, hogy a baloldal újra és újra rátör a nemzetre most is valami hasonlót hallottunk Mencer Tamástól, akinek a kapitólium mostanáról 2006 jutott az eszébe. Az államtitkár a következőket mondta. Agresszív képsorokat láttunk, ha a saját házunk táját nézzük, akkor az agresszió mindig a baloldali politikusokra volt jellemző. Ezekről a képsorokról nekem beugrottak a 2006-os képsorok, amikor Gyurcsány Ferenc a magyar emberek közé lövetett. Beugrottak olyan jelenetek, amikor Fekete Győr András megdobálta a rendőröket füstgránáttal, amikor hatházi ákosék randolíroztak különböző helyeken eddig az idézet. Érdekes, hogy az államtitkár úrnak a kapitólium ostromáról valahogy nem a tévészékház ostroma jutott eszébe, ha már 2006-nál tartunk, pedig nagyon hasonló a két esemény. Bár az az igazság, hogy egyik esetben sem a bal oldal tört rá a nemzetre, hanem a jobb oldal egy épületre. Miben hasonlít a két esemény és a két időszak? Akkor Orbán most Trump nem fogadja el a választások eredményét akkor Orbán most Trump hergelte a beszédeivel a szimpatizásait már jóval az eset előtt is, és hajszolta bele az embereket egy olyan helyzetbe, amiből akár még polgárháború is lehet. Amikor a pucs elbukott, a vezető, akkor Orbán most Trump azonnal kihátrált és elárulta az egészet. Hát emlékszünk Budaházi György történetére, nem? Trump most pontosan ugyanígy árulja el a sajátjait. Először felhergeli őket, majd kihátrál mögülük és jelzi, hogy ő ott sem volt a balhét kiváltó beszélében persze nem mondta, hogy rohamozzátok meg a kapitóliumot, ahogy Ormán sem mondott olyat, hogy vegyétek be a tévészékházat. Csak szépen felhergelték a tömeget, ami aztán tudta a dolgát. Trump a beszélében nem szólította fel erőszakra a híveit, csak éppen arról beszélt, hogy továbbra sem fogadja el a választás eredményét, hiszen a választás természetesen ő nyerte, a fake news média meg hazudik, és hát mindig az a fake news média, amelyik nem minket szolgál tiszta erőből. De Trump nyilván nem felelős a történtekért. Nem felelős azért, hogy öten meghaltak, ahogy Orbán Viktor sem volt felelős a szemkilövésért. Csak is gyurcsány. És mindig minden fórumon szemkilövetésről beszéltek, nem pedig arról, ami valójában történt szemkilövésről. Nem mintha ez változtatna bármit is a tragédián, hogy annak az embernek kilőtték a szemét. Az ő számára teljesen mindegy, hogy lőttek vagy lövettek kifejezetten szemekre. Az már fel sem erülhet, hogy nem szándékosan az emberek szemét akarták kirőlni, hanem ez egy baleset volt. Ilyet feltételezni sem lehet, hiszen akkor jön a Jobbert kommandó és szétver. És én még csak azt sem állítom, hogy Gyurcsány nem volt felelős ezért. Nagyon is felelős, ahogy Gergényi is az, aki mintha megúszta volna ezt az egészet. Vajon miért? Se Gyurcsány, se Gergényit nem számoltatta el a Fidesz. Miért nem? Talán ennek köze van ahhoz, hogy Gergényi Péter és Pintér Sándor közös céget alapította, hogy ez meg is jelent annak idején. Én nem tudom, én csak kérdezem. Ha valóban szemeket lövettek ki, miért úszhatta meg a kapitány úr ezt? Vagy ezek szerint mégsem lövettek ki szemeket 2006-ban? Esetleg baleset történt? Gumidővedéket lőttek ki, ami szerencsétlen módon eltalálta valakinek a szemét? Lehetséges, hogy nem volt arra utasítás, hogy szemlelőjenek? De akkor meg miért beszél a jobb oldal szemkilövetésről, és nem szemkilövésről? Miért nincs ez kivizsgálva és tisztázva? Tíz éve van a Fidesz hatalmon. Az usa most nem szemeket lőttek ki, hanem öt ember meghalt. Ez nem játék. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy ez velünk is megtörténhet. Jövőre választások lesznek Magyarországon. Minden politikusnak tudnia kell álljon bármelyik oldalon, hogy ha nem fogadja el a választások eredményét, ha nem vesz részt tisztességesen a demokrácia nevű játékban, az akár ember életekbe is kerülhet. Ne parázzatok, da 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 de vigyázz, majd rátok, itt maradok veletek.